Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a nyílt testület ülésen. Mielőtt a naprendi pontokat, az előterjesztéseket felolvasnám, a meghívott mindenki elolvasta, előtte szeretnék szót adni Kisné Markella Anikónak, aki megkért azzal kapcsolatban, hogy a közlekedés biztonsági, lakossági aláírásokat gyűjtött össze, és ezzel kapcsolatban valami pozitív gondolatokkal állna elénk, és szeretném, hogyha ezt röviden, egy 5 percben durván elmondaná és eladná a testületnek. Parancsoljanak! Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtestület! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy időt és teret kaptam. Jövetelem célja, hogy átadjam önöknek azon lakossági petíciót, amelyet magánszemélyként kezdeményeztem abból a célból, hogy Kecel közigazgatási területén legyen szabályos, dinamikus, de mindenképpen biztonságos a közlekedés. Az aláírói íven megadott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeltem, illetéktelenek kezébe nem adtam. A mellékelt íveken 936 keceli lakos aláírása szerepel, akik kifejezett egyetértésüket nyilvánították ki annak érdekében, hogy az önkormányzat határozott és eredményes lépéseket tegyen minél hamarabb a biztonságos közlekedés megteremtéséért. Az aláírásgyűjtés során rögzített lakossági panaszokat az alábbiakban foglalom össze. A napi életben tapasztaljuk városunkban azon szabálysértések tömeges jelenlétét és növekedését, amelyek elsősorban a megnövekedett járműforgalommal és a gyorshajtással függnek össze. Településünkön az 54-es számú főútvonal mintegy 5 km hosszúságban halad végig. Mind a várost érintő főútvonal, mind az egyéb kiemelt jelentőségű útjaink sajnos szerkezetükből adódóan kiváló terepet nyújtanak a gyorshajtóknak, aminek következtében több halálos kimenetű baleset volt már a városban, és sajnos az elmúlt évben is. A legnagyobb forgalmú bevezető útjainkon mindennapos a sebességhatár túllépő közlekedés. Elsősorban a császártöltési, a soltvadkerti és a Vasút utcai bevezető útszakaszokon. A gyorshajtóknak semmi sem szab határt. Nincs megfelelően kijelölt kerékpárút átvezetés, nincs településkapu a bevezető szakaszokon, nincs kiemelt gyalogátkelőhely, nincs középszigetes szűkítés, nincs telepített sebességmérő, nincs semmiféle korlátozás. 2012-ben lakossági kezdeményezés történt a Soltvadkerti utca lakosai részéről, hogy az önkormányzat tegyen intézkedéseket a megfelelő hatóságokkal karöltve a lehetetlen állapotok felszámolására. Forráshiányra hivatkozva nem történt intézkedés a forgalomlassítás érdekében. A száguldozó autósokat és motorosokat azonban nem csak itt észlelhetjük, hanem szinte az egész városban. Főképp az egyenes szerkezetű útjainkon. Kalocsai utca, Rákóczi utca, Sugár utca, Kossuth utca. A város szívében, a Központi liget körül rendszeresek az autós és motoros versenyek. Ezen felelőtlen emberek a pihenésre és kikapcsolódásra hivatott zöld terület, a kiskorú gyermekek által gyakran igénybe vett park közvetlen közelében veszélyeztetik embertársaikat és saját maguk életét is. A buszmegálló közelében lévő úttestbe épített forgalomlassító bukkanó már rég elveszítette eredeti funkcióját. Az autósok nagy többsége ott kapcsol nagyobb sebességbe, hogy minél hamarabb a központba érjen. Mivel a Rákóczi-Ferenc utca nem főútvonal, ezáltal a gépjárművezetőknek itt a rendőrségi sebességmérés miatt nem kell aggódniuk. Nagyon sok helyi lakos a lámpás kereszteződés, a körforgalom, valamint a főútvonalon előforduló rendőri ellenőrzések elkerülése céljából használja inkább a Rákóczi utcát. Ez azonban hatalmas forgalmat generál, így nem véletlen, hogy évente több közúti baleset történik ezen az útszakaszon. Másik jelentős gond a belterületi közlekedéssel, hogy a gyalogátkelőhelyek és a kerékpárutak átvezetése nem biztonságos a legtöbb helyen. A város belterületi szakaszán nagyon kevés az elkülönített kerékpárút, illetve a város központjában rendkívül balesetveszélyes, pont itt az önkormányzat előtti, gyalogosokkal közösen használt szakasz. A Soltvadkerti utca és a Császártöltési utca kerékpárúton kívüli közúti szakasza életveszélyes a kerékpárosok szempontjából.
A járművezetők nagy része ugyanis nem tart megfelelő szabályos oldaltávolságot a biciklisek mellett elhaladva, aminek következtében nagy veszélybe sodorják őket. A kerékpárosok nagy része így inkább a rossz állapotú járdákon próbál közlekedni, ami szintén balesetveszélyes. Nagyon örülünk a megépült városon kívüli kerékpárútnak, de a napi életünkben sokkal fontosabb lenne az, hogy a forgalmas 54-es számú főúton is biztonságban, elkülönített sávban tudnánk biciklizni. A belterületen sokan járnak munkába, iskolába, bevásárlásra, kerékpárral. Így a biztonságos és fenntartható közlekedés valós igényünk. Gondot jelent továbbá az is, hogy főútjainkon nincs elegendő számú gyalogátkelőhely. Az 54-es számú főút mintegy 5 kilométeres városi szakaszán a Szilosi város résztől a város központig összesen 3 kijelölt gyalogátkelő van. A város centrumában ezen kívül 2 jelzőlámpás átkelő van, illetve a körforgalomnál van létesült átkelő. A többi szakaszon egyetlen felfestett gyalogátkelő sincs az 54-es számú főúton. A Rákóczi utcában, a központi buszmegállónál lévő átkelőn pedig eső esetén megáll a csapadék, az útra festett jelzés ilyenkor nem látható. Több forgalmas csomópontnál pedig egyáltalán nincs felfestve jelzés az úttestre. A lakossági panaszokat összegezve az alábbi kérdésekre válaszokat kérünk a tisztelt városvezetéstől. Milyen konkrét intézkedéseket vezettek be a Soltvadkerti utcai bevezető útszakaszon a forgalomlassítás érdekében a 2012-es lakossági panaszt követően? Milyen konkrét intézkedéseket valósítottak meg a többi kritikus, belterületi, saját fenntartású utcákban a gyorshajtások megfékezéséért? Milyen rendelkezést valósítottak meg annak érdekében, hogy a kiemelt jelentőségű zöld területünk a központi liget védettséget kapjon? Milyen biztonsági intézkedéseket hoztak a kerékpárutak átvezetéseinél és a gyalogátkelőknél? Szabályosak és az előírásoknak megfelelőek ezek az átkelők? Milyen stratégiai tervet dolgozott ki az önkormányzat településfejlesztési tervekben a fenntartható és biztonságos közlekedés kérdésében? És milyen erőforrásokat kerestek az elmúlt években a fenti problémák megoldásának megvalósításáért? A fenti kérdésekre kérjük, hogy a tisztelt képviselőtestület és a polgármester úr nyilvános levélben válaszoljon a következő havi keceli hírek újságban, illetve az internetes médiában. A biztonságos közlekedés megvalósítása érdekében az önkormányzat felé a következő petíciót nyújtjuk be. Az önkormányzat készítsen azonnali hatállyal egy rövid távú közlekedési szabályozást, amelyben a legégetőbb problémákra megoldást keres és megvalósítja azokat rövid határidőn belül. A legegyszerűbb és legpraktikusabb módon tegyenek meg minden észszerű és törvényes intézkedést a kritikus helyeken a forgalomlassítás és a közlekedés biztonság céljából. Az idei költségvetés tervezésében határozzanak meg anyagi erőforrást a legsürgetőbb problémák megoldására. Az önkormányzat készítsen egy hosszú távú stratégiai közlekedés szabályozási tervet is, a településfejlesztési terv részeként esetleg korrigálja a meglévő tervet, amelyben átfogó és komplex módon vizsgálja ezeket a kérdéseket, és megkeresi a hatékony megoldásokat hosszú távon. Az önkormányzat folytasson folyamatos kommunikációt erről a kérdésről a lakossággal. Esetleg nyissanak online elérhető fórumot, ahova leírhatjuk észrevételeinket és véleményünket a közlekedés szabályozási tervekről. Tájékoztassanak bennünket a megvalósított intézkedésekről. Az önkormányzat képviselje Kecel lakosainak érdekeit a Magyar Közút ZRT irányában abból a célból, hogy a közút kezelésébe tartozó útjainkon is biztonságosan közlekedhessünk, nem csak autóval, hanem gyalogosan és kerékpárral is. A pénzügyi források bővítése érdekében javasoljuk, hogy különítsenek el egy önkormányzati folyószámlát a biztonságos közlekedés támogató eszközök beszerzésére. Erre a számlára személyi jövedelemadónk 1%-át, vagy egyéb egyéni felajánlásokat tehetnénk.
az így befolyt összegeket pedig közlekedésbiztonsági célokra fordítsák. A nagyobb költségvetésű tervek megvalósításához keressenek pályázati forrásokat. A kritikus, saját kezelésű útszakaszokon építsenek valódi sebességlassító küszöböket az úttestbe, akár kiemelt gyalogátkelő funkcióval összekötve, például a Rákóczi utcában és a Kossuth utcában. A Központi liget mellett legyen végig sebességkorlátozás a nagyszámú gyalogos és kerékpáros forgalom, valamint a játszóterek látogatottsága miatt. A veszélyes, forgalmas útszakaszokon építsenek kiemelt gyalogátkelő helyeket megfelelő figyelmeztető jelzésekkel és megvilágítással. Kossuth utcában a postával szemben, Rákóczi utcában a központi buszmegállónál, Vasút utcában a piactérnél. A Császártöltési és a Soltvadkerti utcában létesítsenek elkülönített kerékpáros sávot. Ez égetően fontos lenne. A városon végigívelő kerékpárutak megvalósítása az 54-es számú főúton, a központból kiindulva a meglévő kerékpárutakig. És legyen átgondolt, biztonságos valamennyi belterületi kerékpárút és a kerékpárutak átvezetése. Az új Imrehegyi kerékpárút legyen összeköttetésben a Kossuth utcai meglévő szakasszal. Nagyon fontos kérésünk az, hogy az önkormányzat haladéktalanul tegye rendbe az elhanyagolt balesetveszélyes járdákat, legalább a város frekventált részein. A város kritikus csomópontjain, illetve a település bevezető szakaszain helyezzenek el térfigyelő kamerákat. A rögzített felvétel segítségével a szabálytalankodókat könnyebben utolérhetik, illetve a közlekedőket szabálykövetésre ösztönözhetik. A városvezetés működjön együtt a rendőrséggel a tervek elkészítése során. Az önkormányzat kérjen segítséget, fokozott rendőri jelenlétet a városban tapasztalható gyorshajtások, a közterületeken észlelhető éjszakai lármázások, csendháborítások és főképp a rongálások felszámolása érdekében. Az önkormányzat működjön együtt a polgárőrséggel a közbiztonság és a közlekedésbiztonság megóvása céljából. Ezt a lakossági petíciót a Magyar Közút ZRT megyei igazgatóságához is benyújtottuk, az általuk kezelt közutak érintettsége okán. Kérjük, hogy a személyes adatokat továbbra is bizalmasan kezeljék. A petíció melléklete tartalmazza az adatkezelési nyilatkozatomat, illetve a 48 darab sorszámozott aláíróívet a 936 érvényes aláírással. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen akkor. Átvetted a petíciót. Petíciót? Ez a... Bocsánat. Mondjad, Laci. Csak azt szeretném, hogy én egy petíciót olvastam egy két mondat lehetett, vagy három, de olyan magyar tanul kifejezett valami volt. Ez az a petíció, vagy ezt a szöveget látták az emberek is, ezt írták alá. Hát egy olyan... Nem tudtuk hova tenni, hogy mit is akar az a megfogalmazó. Ez az a petíció? Amit én nem értem alá? Én nem tudok másról, lehet, hogy más is... Mert ott még többen néztük, hogy nem értjük, hogy mit akarnak vele. Az mások, hogy érták ott. Nem tudom, én ezt a petíciót indítottam útjára valamikor, ha az ősszel... Ezt a szöveget látták az emberek, ezt van is, tehát ezt a tolvasat? Igen, nagyjából ezt, így van. És azokkal egészítettem ki a végleges formát, ami a lakossági beszélgetések és a panaszok következtében megjelent. Átveszem a petíciót, akkor ezt a számát. Jó, köszönöm szépen akkor Anikónak a véleményt, gondolatokat, ötleteket, aztán amit lehet, úgyis átrágjuk, és amit tudunk, megvalósítunk belőle. Jó, akkor a napirendi javaslatokat mindenki megkapta. Nyílt testületülésre 6 darab napirendi javaslat előterjesztést kaptak. Egyes napirendi pont a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 3/1998/2/23. Önkormányzati rendelet módosítása. Kettes pont Kecelvárosi önkormányzata és a keceli német nemzetiségű önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
3-as pont Kecelvárosi önkormányzata és a keceli roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 4-es pont a kiskörösi többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosítása. 5-ös pont Kecelváros önkormányzat óvodája és bölcsődéje 2019 és 2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének a véleményezése. 6-os pont az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos napirendi pont előterjesztés. És akkor mondanám a zárt üléssel kapcsolatos naprendeket is. Az 1-es pont ingatlan vásárlás rendi kérelem. Ebből van egy második is, tehát 2-es pont is egy hasonló ingatlan vásárlás rendi kérelem. És a 3-as pont a városi kitüntetések adományozásával kapcsolatos naprendi pont, aki a 6 darab nyílt testületi ülés, illetve a 3 darab zárt üléses előterjesztéssel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen. 1-es napirendi pont gyermekvédelmi támogatásokról szól és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Tehát volt egy ellenőrzés 2019-ben a bölcsődénél, egy hatósági ellenőrzés, és itt az önkormányzati rendeletet ki kell egészítenünk, mivel az ellátás megszűnésnek esetei és módjai úgy néz ki, hogy nem szerepeltek itt ebben a rendeletben. Igazából ez már az 1998-as rendelet. Ezt fogjuk kiegészíteni ezzel, és a 37 per A pontra hivatkozva egészítjük ki a rendeletet. Ezzel kapcsolatban 3 bizottság tárgyalt, először a pénzügyi bizottságot kérdezném. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra egy javasolta, mindenki hozzájárult. Köszönöm szépen. Az ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottság is tárgyalt és elfogadásra javasolta. És a szociális bizottság is tárgyalt. A szociális bizottság tárgyalt, egyhangulat elfogadásra. Ezzel kapcsolatban van valakinek esetleg hozzászólás észrevétele, amennyiben nincs, aki a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával így egyetért, ezt kérem kézfelemeléssel szavaz. Köszönöm szépen. 2-es napirendi pont Kecelváros önkormányzata és a keceli német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködés megállapodás felülvizsgálata. Tehát ezt minden év január 31-éig kell felülvizsgálni az önkormányzatnak. Ez már a tavalyi évben egyszer felületvizsgálva. Módosítás úgy tudom nem történt azóta. Ezt a napirendi pontot a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottságot kérdezni. Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm. Ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdés ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, aki elfogadja a megállapodás felülvizsgálatát így, ezt kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. A harmadik napirendi pont Kecelváros önkormányzat és a Kecel roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Ez hasonló eset, mint a német kisebbségnél. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs, akkor a pénzügyi bizottság tárgyalt. Elfogadásra javasolja. És az ügyrendi, köszönöm, ügyrendi bizottság is hasonló. Szintén tárgyalt és elfogadásra javasolja. Aki elfogadja ezt a megállapodást felülvizsgálatát, kérem készfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. 4-es napirendi pont. A kiskörösi többcélú kistérségi társulás megállapodásának a módosítása. Itt kérem szépen, csak az ügyrendi bizottság tárgyalta, itt annyi változás van a módosításban, mivel választások voltak, lettek új polgármesterek is, az általános választási eredményeket, illetve a lakossági számot vették figyelembe, a legutolsó adatok, itt a 2015-ös adatok vannak, és a 2019-es januári adatokra kell módosítani ezt a megállapodást, tehát a lakosság szám változott, illetve a polgármesterek is változtak, akiket nem választottak meg. Kérem szépen, ezzel kapcsolatban akkor az ügyrendi bizottság tárgyalat parancsoljon. Az ügyrendi bizottság tárgyalat és elfogadásra javasolja. Aki elfogadja így, kérem készfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen. 5-ös napirendi pont Kecelváros önkormányzat óvodája és bölcsődéje 19-20-as nevelési évre vonatkozó munkatervének a véleményezése. Ezt egyedül a kulturális bizottság tárgyalta, és ezzel kapcsolatban, tehát itt elkészítette az igazgatóasszony a
munkatervet, ezt az önkormányzat testületének kell véleményezni. Ha valakinek van kérdése az igazgatóasszonyhoz, akkor azt tegye fel. Ha nincs ezzel a naprendi ponttal kapcsolatban kérdés, akkor megkérem a Kulturális Bizottság elnökét, hogy mit tárgyaltak a Kulturális Bizottságnak. A Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztési javaslatot, és ellenvetés nélkül teljes mellszélességgel támogatja és javasolja az elfogadását. Köszönöm szépen képviselő úrnak. Akkor aki elfogadja a munkaterv véleményezését, azt kérem szépen kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen egyhangulag, és a hatodik napirendi pont utca nevek megváltozása, ezt kimondottan a pénzügyi bizottság tárgyalta egyedül. Itt a határozat tervezetben az utca neveket megemlíteném, felsorolnám a jelenlegi elnevezést és az új elnevezést. A Bacsó általában a vezeték nevek maradtak, és a keresztneveket vontuk le az új elnevezésnél. Tehát Bacsó Béla utca javaslatból Bacsó utca lenne, Dobi István utcából Dobó István utca, Fürt Sándor utcából Fürt utca, Kis lakótelep Szent Flórián lakótelepé változna, Mező Imre utca Mező utca lenne, a Lopcsek köz ott egy helyrezi szám van, Rajk László utca helyett Óvoda utca, Ságvári Endre utca helyett Ságvári utca, Szabó Pál utca helyett Szabó utca, és a Felszabadulás utca helyett Szent István utcára változnának. A pénzügyi bizottság tárgyalta, Kovács László parancsolja. Tárgyalta, elfogadásra javasolja. Tüntetően hozzá kell tenni, hogy már 2015-ben tárgyalta az önkormányzatunk ezt is, határozott ezekre a nevekre, és a lakossággal együttműködve ezek a nevek alakultak ki, és ez megfelel, és maradjon ez az elnevezés, amit 2015-ben határozatban foglaltatott. Jó, köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Berger képviselő parancsolja. Köszönöm, hogy hozzászólhatok. A 2015-öt mondta, de szerintem 2012-ben tárgyalta a képviselőtestület, de lehet, hogy én emlékszem rosszul. 196 per 2015, 6. 16. Akkor eladja? Nem tudom, ebben nincs. 196 per 2015. Nem, az nem, nem, az egy levél. 12-ben volt, igen. Akkor 12, bocsánat. Ennek olyan nagy jelentősége nincs, és nem ezért van a hozzászólásom, hogy ezt javítsam, hanem azért, hogy ugye a önkormányzati törvény 14. paragrafusának 3. bekezdése az tartalmazza azt, hogy amennyiben az utcanév, az utcanévvel egy önkormányzat nincs teljes biztonsággal abban a hitben, hogy ez valóban támadható, akkor a Magyar Tudományos Akadémiához kell fordulni, ezt kivizsgálandó, hogy az az utcanév adjon állásfoglalást a Magyar Tudományos Akadémia, hogy valóban meg kellene változtatni, vagy használható. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia használható, nem javasolt kategóriákra osztja az utcaneveket. A Bacsó Béla ekkor még 2012-ben nem, de 2013-ban megjelent egy 244 oldalas állásfoglalás a Tudományos Akadémia részéről, amely tartalmaz több száz utcanevet. A Bacsó Bélát ők használhatónak titulálták, és én azt gondolom, hogy problémát oldunk meg vele, hogyha ezt az utcát kivesszük ebből a listából. A Szabó Pál pedig nem került be a Magyar Tudományos Akadémiának a utcanevei közé. Ezt ugyan azért is lehetett, mert nem kérte egyetlen egy önkormányzat se a jogorvoslatot, de tekintettel arra, hogy Debrecen, Budapest, Dunakeszi, Gyula és még sorolhatnám, mely települések használják a mai napig ezt az utcanevet. Én ezt az utcát sem változtatnám meg, nem tenném ki annak a procedúrának az ott levő lakosokat, amelyek várnak rájuk a papírok intézése miatt. A törvény határozottan felszólít bennünket, a többi utcanév egyébként szerepel a Magyar Tudományos Akadémiának a leíratában, és nem javasolják valóban a használatukat, de ennél a két utcánál azt gondolom, hogy én nem tenném meg a változtatást. Én egy ilyen módosító javaslatot ajánlok, képviselő úr. Tehát még egyszer akkor a Bacsó Béla. Bacsó? Szabó Pál. Jó. Jó, jegyző úr, esetleg kiegészítés valami ezzel kapcsolatban? Nagyjából elhangzott sok minden, ami fontos. A legfontosabb az, hogy egy 12-es testületi döntés. A javarésze az utca elnevezéseknek a 12-es testületi döntés alapján született, a testületi döntés pedig széleskörű
társadalmi egyeztetés, hogy így fogalmazok, ünnepélyes keretek között. Tehát megkérdezték a lakosságot, aláírásukkal választottak nevet, vagy igazolták, hogy hozzájárulnak az adott névhez. A legtöbb ez erről szól. Most nem a képviselő úrnak a hozzászólásához reagálni, csak úgy általában. Ami nem volt elfogadva 12-ben, az a kiszlakótelep, illetve el lett fogadva, csak aztán a lakosok szintén egy javaslattal álltak elő, meg a Szent István utca lenne most, nem tudom, Felszabadulás utca sem lett elfogadva testületileg, bár ahhoz is megtörtént a közvéleménykutatás, hogy úgy mondjam. Az elfogadott utca nevek közül egyedül a Ságvári Endre utca lakói, amúgy le is írtam az előterjesztésben, éltek a lehetőséggel most december-januárban, hogy újra gondolják az elképzelésüket, és ők javasolt teljes 90% fölötti részvétellel fogadták el a Ságvári utca nevet. Nyilvánvaló, hogy itt azt az elméletet követte mindenki, hogy a hasonló hangzású szó legyen az utca neve, nem éltek azzal a lehetőséget se 12-ben, se most, hogy egy egyedibb, esetleg a Ketszelváros történelméhez kapcsolódó neves személyiségeket még jobban képviseljék ebben az utcanév változtatásban. Amit a képviselő úr mondott, ezzel se vitatkozni se nem tudok. 12-ben, hogy megkérdezték az akadémiát, vagy nem kérdezték meg az akadémiát erről, ezt nem tudom. Minden esetre a lakosság elfogadta. Azért hasonló okok miatt bicsaklott meg ennek a végrehajtás, ennek a határozatnak, mert akkor is új ötletek jöttek képbe, a kiszlakótelep kapcsán, meg a Felszabadulás utca új neve kapcsán, és ott valahogy elsikadt ez a dolog, hogy egy csomagba az összes szóba kerülő utcát átnevezzék, illetve végrehajtsák a döntést. Ennyit szeretnék csak elmondani. Jó, valakinek hozzászól. Még bocsánat. Igen? Technikai jellegű, hogy a korábban a kis lakótelep Szent Flórián térnek kérték a lakosok, ezt a saját rendeletünk miatt nem javasolnám alkalmazni, mert a házszámozási szabályok alapján egyértelmű, hogy az nem tér, hogyha valakinek nem lenne egyébként is nyilvánvaló. És illetve a Dobó utca kapcsán szintén a saját rendeletünk határozza meg, hogyha egy családnévre utalunk a dobóval mondjuk, akkor ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha egy olyan család van, aki dobónak hívnak, célszerűbb lenne a Dobi Istvánt, vagy a Dobó Istvánt, mint nevezetes személyt megnevezni, egyszerűen Dobó családnév. Mert nem is úgy ismerik, hogy a Dobó, hanem Dobó Istvánként ismerik. Tehát ez is a rendelet így célszerű. A rendelet alapján így célszerű szabályozni. Köszönöm. Kovács Laci, vannak helyi személyek is, akik buvárkodnak a nevek, nevek alapján a személy, és én is beszéltem ilyen emberrel, és mind a Szabó Páron, mind a Bocsó Béláról adatokat mondott neked, hogy érintett volt a kommunizmus hierarchiában. Tehát amit elolvastuk, hogy miket csináltak, tehát lehet, hogy ezt az akadémia ezeket a neveket nem vizsgálta, de attól függetlenül érintettek lehetünk a kommunizmusa kapcsolatban, és ők például egyértelműen azt mondták, hogy ezek jók, ezek a változtatások, éppen ezért is. Tehát nagyon humánus változtatás a Szabó Párban, a Szabó lesz, a P marad le, mikor utcá, tehát végül is minimális kis változtatás, és akkor ilyen évből el tudunk kérdezni ilyen kritikákat, hogy még mindig megőriztek a kommunizmus embereit itt a utcaneveknek. Tudom, a legeklatánsabb a Dobi István, mert ő volt a minisztertanács elnöke, az akkori kormányfő, már csak nem hagyjuk ott az ő nevét, de ugye vannak ettől sokkal a kisebb hierarchiában részlet emberek is, akiket még szeretnének a kecélek ott lenne a utcitámában. És én emellett vagyok, hogy a lakosság ezt elfogadta, minimális a változtatás, tehát nem egy horribilis, hanem egy teljesen másodatású nézést akarjuk ezt illetni. Ugyanis lenne még a padekután akár egy Patatisi Gábor, akár Mátyás király, bárkit oda rakhatnánk, vagy egy helyi más nevezetőséget, de ennek ellenére nem ilyen
új gyökeres változtatást, hanem egy minimálisat, ami még belesígul a mostani elképzelésünkben is. Tehát ezt szerettem volna. Köszönöm szépen. Én annyit szeretném mondani, hogy ha most meg lett a szavazás, akkor hétfőn a tájékoztatói leveleket a lakosság részére ki fogjuk majd küldeni, akik érintettek ebben a dologban. Jó. Egyet, ha egy képviselő parancsolj. Hozzászólásom lenne. A lakcímkártya cserével említette képviselő úr, hogy erre a tortúrának kitegyük az embereket. Igazából költségmentes, tehát illetéket nem kell fizetniük. Gyakorlatilag nagyjából 5 perc alatt itt a kormányával a szakszerű felkészült alkalmazottakért tudják végezni. Tehát bocsánat. Annyira nem egy nagy munka. Parancsolj. Ha már szóba került, még csak ez sem igaz. De a tervezett levélben benne van a tájékoztatás, amik hétfőtől fog kimenni, hogy a hivatalból értesítjük a kormányablakot, illetve a járási hivatalt, és ők abban a pillanatban elkezdik legyártani és kipostázni, tehát be se kell jönni a lakcímkártya véget. Egyéb ügyekben előfordulhat, de ez miatt biztos nem kell. Gábor, ez, amit befolyásol egyébként olyan keceli emberek, akiknek mondjuk a forgalmiba szereplő, ugye, tehát azoknak ugye nem fog így megváltozni, de ugye abban régi fog szerepelni, egy bármilyen járműnek ugye a forgalmiában az előző utcanév, azt majd neki javítania kell, vagy majd a forgalmi beteltével majd úgy kéri, hogy... Azt is ingyen és bérmentve így van. Jó. Köszönöm szépen, akkor először is, tehát a Szabó Pál utca és a Bacsó Béla utca módosítással. Aki a módosítást fogadja el, azt kérem készfemeléssel szavazzon. De hogy más alternatíva helyettük? Marad ez. Marad ez a többi. Hogy maradjon a Bacsó Béla meg a Szabó Pál? Igen, tehát én úgy értelmezem, hogy jelenleg a szóbeszédnél a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása, amelyet a törvény, az önkormányzati törvény is irányadónak tart, azt kell irányadónak venni. Én nem írnám ezt felül, de természetesen láttam már. Jó. Tehát aki a módosító javaslatot elfogadja, azt kérem készfelemeléssel szavazzon. Jó? Aki az eredeti előterjesztést fogadja el, azt készfelemeléssel szavazzon. Jó, köszönöm. Akkor 5-4 arányban elfogadta a képviselőtestület. Jó. Egy parancsolj. Utcával kapcsolatban, hogy ha át lesznek írva az utcanevek, igen, akkor ugye az önkormányzatnak kötelessége minden utcára kitenni az utcanevet. Csak az utcanevet minden utcába. Viszont a házszámokra megkérném a kedves kezelő lakosokat, hogy az ember végigmegy az utcákon, és sehol nincsen kint házszámok. Rendőrség, mentő, tűzoltó, senki nem talál oda, meg én se. Sehol. És ez nálam van, és ez kötelező lenne kitenni. Rajzolják ki fíztól a festékkel, de legyen kint a házszám, mert tényleg nem lehet oda találni sehol. Jó. Egyet, igen, akartál szólni? Mindenre, ez igazából a saját rendeletünk szerint ezt mi is megtehetjük az ő lakos költségére. Tehát nem úgy fölkérjük őket, hanem igazából ezt megtehetjük mi is. Tehát ez kötelező lenne. Laci, maradj! Ez a házszám kérdéset, akkor én is egy pár szót hozzátennék, hogy volt egy pár évvel ezelőtt a Keszélyi Újságban egy ilyen felhívás ezzel kapcsolatosan, hogy helyezze ki mindenki a házszámtáblát. Ez nem ér semmit, tehát ezt kicsit nekünk kell testületnek megközelíteni másképpen, hogy a lakosok ezt megvalósítsák, mert ez így, hogy jó, majd valamit ez így nem működik. Ezt nekünk kell megkeresni azt a megoldást, hogy a lakosok kitegyék a házszámtáblát. És ezt nekünk át kell gondolni, hogy segítsük esetleg valamilyen módon, hogy ezeket a házszámtáblákat elkészítessük valakivel, és akkor igenis, hogy tehát, erre pontot kell tenni. Hogyha már beleindultunk ebbe a rendcsinálásba, akkor szerintem ez is hozzátartozik. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyebekben Ulman képviselő úr adott be írásban kérdéseket, azokra szeretnék akkor most reflektálni. Egyes kérdése volt, a Gregsabolt és a Piasztérnél a már kialakított fogadó szigeteknél mikor készül el az ebrai? Megkértem Szrenkő József urat és Radva Zoltán urat, hogy ezek nézzen utána és megbeszéltük, de kérem akkor Józsit, hogy válaszolj erre a kérdésre. Igen, már lassan több mint egy éve, hogy megindítottuk ennek a két gyalogos átkelőhelynek a terveztetését. Ennek a ugye megvilágítás itt az első számú probléma,
amellett, hogy a közútkezelőtől kellett hozzájárulást kérni. Ennek mind a kettőnek, mind a két fajta engedélye ez megtörtént. Árajánlatot is kértünk, hát ez roppant nehézkesen és bonyolultan történt. A DMÁSZ-tól kaptunk egy partnerlistát, a két legközelebbi partner Üllés és Bácsalmás, tőlük várunk, illetve hát van már két ajánlatunk, egyik ez 4,5 millió forintról szól, a két gyalogos átkelőnek a megvilágítása csak, tehát új oszlop elhelyezése lámpákkal, ebben nincs benne még a fölfestés, meg egyéb árok, fák kialakítása, de, vagy kivágása, de ez talán a legkevesebb. Most van kaptunk egy másik ajánlatot, ez már 5 millió forintról szól, és várunk még egy harmadikat. Ugye ez múlt év végén kaptuk meg az első ajánlatot, akkor abban maradtunk, hogy egy picit várunk ezzel, hogy meglássuk, hogy a többi helyről kapott ajánlat ez mennyire illeszkedik ehhez, mert elég soknak tartottuk. Egy kérdésem van, Rózsi, hogy amikor ezt megszavaztuk, ezt a két gyalogátkelőjét, akkor megszavaztunk be 800 ezer forintot a két világításra. Ez a tervezés költsége volt majdnem. Nem, tehát azért jóval kevesebb volt, de hát ennyit szavaztunk meg, így van. Csak és ennek ellenére ezt a két ajánlatot kaptuk pillanatnyilag. És a harmadik még vár magára, tehát az a baj, hogy konzultáltunk az NKM-mel, tehát a nemzeti közművekkel, DMÁSZ partnereket kerestünk, senki nem igazán szívesen vállalkozott erre a fajta munkára, bonyolult a koordinálása, 10 méteres oszlopokat kell ide szállítani, útvonaltervtől kezdve, útátfúrás, geodézia, így jöttek ki ezek a horribilis árak. Azt gondoltuk, hogy a következő olcsóbb lesz, úgy néz ki, hogy nem. Ezt kell majd eldöntenünk, hogy... Amikor megjön a harmadik árajánlat, behozzuk, átbeszéljük, hogy érdemes vele foglalkoznunk, vagy nem, mert azért iszonyatos árak vannak. Anikó is, amit hoztál, tehát ez összességében az egészet komplex néző, akkor rengeteg pénzről van szó. Tehát mérlegelnünk kell majd, hogy melyek azok a legfontosabb dolgok, amelyek ebből először megvalósításra kerülnek. Agócsákos képviselő, parancsoljon! Csak reflektálva itt erre egy kicsit, meg egy ilyen építő jellegű gondolat, az Anikónak az ötletével kapcsolatban. Most tök szerencsések vagyunk, mert kaptunk egy adatbázist. Tudjuk azt, hogy kik azok, akik ezt támogatni akarják. Én esetleg javasolnám, hogy polgármester úr kérje fel Anikót arra is, hogy akkor elektronikus elérhetőséget, e-mail címet szerezzünk ezekhez az emberekhez, meg ott tartsuk egymással kapcsolatot. Most levelezgethetünk is, de annak nyilván költsége van, sok egyszerűbben meg lehetne ezt oldani. És mondjuk az ilyen jellegű projekteknél, ha nyilván nem csak aláírásukkal akarják ezt támogatni, akkor akár a lakosság finanszírozását is be tudnánk vonni. Mert akkor potenciálisan itt van az a 930 ember, aki ezt szeretne valamilyen módon hozzátenni. Ha csak 100-200 ezer forintot hozzátesznek az emberek, mert nyilván akkor egy olyan tőkét meg tudunk mozgatni, amiből ezzel el lehet indulni. Ezt nem tudom, hogy egyáltalán neked beleférhet-e, vagy... Nyugodtan. Ezzel annyi probléma van csak, hogy több hónapunkán van ebben az egészben, amíg összegyűjtöttem ezt a 936 aláírást, és nagyon sok idő személy is aláírta. Ők biztos, hogy nem rendelkeznek elektronikus hozzáféréssel, vagy e-mail címmel. Én azt gondolom, hogy áthidaló javaslatképpen az az ötlet született meg a beszélgetések, lakossági beszélgetések kapcsán, hogy legyen egy folyószámla nyitva. És aki úgy érzi, hogy ezért tenni szeretne, azzal megismertetni ennek a folyószámlának a számlaszámát, és hogy milyen célból hozta létre az önkormányzat, és az egyéni felajánlásokat mindenki arra tehetné, és arra utalhatná. Azért gondoltam, hogy jó lenne a kapcsolatot is tartani, mert nyilván más az, hogy most megnyitunk, február eljön egy számlaszámot, lesz kezdeti lendület, márciusig mindenki bead 2-3-500 ezer, teljesen mindegy, hogy mennyi összeget, és utána azt látják, hogy nem épül semmi, persze, és kifullad az egész decemberre. De hogyha tudunk mondjuk kommunikálni, és ki tudjuk azt kommunikálni, hogy gyerekek most, mert például, jó, majd megfed a polgármester úr, de tudom jól, hogy múlt hét csütörtökön pont itt a bevezetőknél, ő egy ilyen büntető lámpákkal kapcsolatban folytatott tárgyalást.
hogy ebből mi lesz, majd meglátjuk. Ugye csak röviden annak az a lényege, hogy jön az autó, sebességet túllépi, és kap egy büntető pirosat. Ha azon átmegy, akkor automatikusan megy a csekk. Ha egy ilyen ötletünk, tehát volt szó, tárgyaltunk. Ez egy ilyen elég innovatív, új dolog. Horror része van, tehát horror költségvetése van egy ilyen létrehozásának, de hát nyilván meg lehetne honosítani új technikákat vagy technológiákat, arra azért próbálunk forrást keríteni. De most, ha van például egy ilyen, mert ennek lesz sajnos önereje is, most nyilván küzd a város a költségvetése, minden forintot hova rakjon, hogy rakjon, de akkor a lakosságot így ezekről lehet tájékoztatni, hogy na gyerekek, most ebbe próbálunk akkor menni. Ha nincs kapcsolat, akkor meg én azt érzem sajnos, hogy ki fog fulladni. Akkor ki. Tehát ha ebbe esetleg tudsz segíteni, hogy minimálisan, mert akkor jó, levelezzünk azzal, akivel nem lehet, hogy tudjanak programszerűen arról, hogy na most akkor egy ilyen cél van, erre lehet. És bocsánat, hogyha a lakossági fórumot tartanátok ez ügyben, képviselőtestület, vagy a sajton keresztül nem hívni az embereket. Nem jók a tapasztalatok sajnos a lakossági fórumokkal kapcsolatban, mert kicsit átalakult a világ, és nem nagyon tudnak már az emberek kiszakítani órákat arra, hogy elmenjenek egy ilyen lakossági fórumra. Mindenki dolgozik, mindenkinek van ezer baja. Sokkal könnyebben lehet kommunikálni, meg egyszerűbben, hogy akár kap egy e-mailt. Vagy azzal, hogy akkor egy levelet. Mert sokszor az a baj, én azt látom, hogy az inger küszöböt még az újságban feladott hirdetés sem éri el. Tehát átlapozza az ember, átsiklik felette. Hogyha személyesen tudnánk őket megszólítani, akkor lehetne azért egy jó dolgot összekelni. Ez a fórum ötlete, amit szintú úgy beleírtam a petícióba, ahol esetleg online módon lehetne kommunikálni a lakosokkal. Hát mondjuk itt van a Facebook, akármi a... Facebook zárt csoport például. Én nem Facebookozok, tehát nem tudom. Csak... Az a baj a Facebook, hogy sokkal több kárhoz, mint jót. Az idősek ugyanúgy nem. És az idősek nem foglalkoznak volna, és igaz. Hát igen, én azt gondolom, hogy így azért egy jó pár korosztályt kizárunk ebből a fajta kommunikációból. Én ezt biztos, hogy magánszemélyként nem tudom felvállalni, hogy a 936 embernek az elérhetőségét, telefonszámát, e-mail címét elkérem. Nagyon sok munkám van ebben is már. Azért gondoltam, hogy mindenképpen első körben érdemes volna megszólítani az embereket, akár az újságon keresztül, akár az internetes médiában, és akkor... A további ötletek meg szerintem menet közben még csiszolódnak, hogy mi volna az a fórum és lehetőség, ahol összefogásképpen akár civil szervezetekkel együtt működve tennénk azért, hogy a közlekedés én biztonságban menjen. Tudom, hogy ebben több hónapi munka volt, mert hallottam nyilván én is róla, tehát volt az ír a faluban annak, hogy gyűjtötted az aláírásokat. Ettől függetlenül én mégis azt javaslom a polgármester úrnak, hogy kérjen fel erre, hogy akitől legalább tudod, azzal beljebb vagyunk nyilván. És hogyha ezt esetleg 900 megteszed... 900 legalább 300 legyen. Csak mondom, hogy az már rengeteg jelenti. Azok is tudják tartani mások lakat. Így van, mert utána menni fog, mint a futótűz, én azt gondolom. Laci, mondjad. Ezzel kapcsolatban, hogy aki figyelmesen testetődéseket jelenlán kísérte, hallott, hogy erről többször már beszéltünk az ilyen témával, sőt egyszer én javasoltam a sótat egy újszabályára, hogy végén a kecelt ára után egy polgármester Sütőszigetnek, csak nem épült a végén a költségvetésben, illetve egy tanulmányt készült az egész Sótakerti utcára, hogy lehetne a kerékpársávot kialakítani. Ez is megtörtént tanulmányterv, csak a pénzt nem tudtuk oda teremteni hozzá. Tehát nem úgy van, hogy így elcsettítjünk magunkat egy lakossági fórumon, vagy egy petícióval, és aztán itt minden fog oda dőlni, amikor milliárdokba kerül minden. Ha mindent összeadunk. Tehát de azon lehetne javítani, hogy ne legyenek gyorsulási lehetőségek, az biztos. Tehát párlapú dolgot meg tudjuk csinálni. Önkormány a saját költségvetéséből megcsinálta a Vasút utcai kerékpároknak a javítását, a végig most már végre lehet rajta menni, úgyhogy nem 10 méterenként nem esik mindenkinek a törése a fogásba, amikor kocsonodjon a kerékpár az eleje. Tehát apró lépéseket tettünk. Korszakalkó lépéseket nem tud tenni. Hogy ne legyen gyorsulási verseny, arra gondolom, jó. Meg lehetne oldani ezt a gondot. Köszi, Laci. Akkor maradjunk az ennyiben, Anik, hogy akitől azért tudod, ami aránylag elfogadható kapcsolat, azokat gyűjtsd már be, légy szíves nekünk, és azért tájékoztatni akarjuk azok az embereket, és azon keresztül biztos, hogy fog menni, mert az újságba is betesszük a felhívást természetesen. Jó, tovább lépek a Vulma József képviselő úrnak a kérdésére.
kettes kérdése volt, hogy Kecelen van lehetőség szélessávú internet kialakítására, és ha igen, akkor mikor? Józsi, parancsolj, ez egy érdekes kérdés, ez kicsit fura kérdés, de mindegy. Ezt te kérdezted, Józsi? Nem tőled kérdeztem? Azért. Megmondom őszintén, én sem vagyok járatos ebben a technikában, ezért konzultáltam a szakemberrel, nem értem a kérdésem. Illetve hát nem értette a kollégás a kérdés, mert szélessávú internet működik mindenhol. Ugye ez mind attól függ, hogy ki milyen szolgáltatás vesz igénybe. Hát a LTK-tv műsor szólása 1-0. Tehát ami a digitális csatornákon megy, a polgármester úr fölhívhatná őket az LTK-tv-t, mert ami a digitális csatornákon is megy, az egy túró. Tehát összeomlik a kép, hanghiba van, és nagyon sokan vissza akarják adni a előfizetéseket. Internet lassú, tehát valami megoldást kéne rá találni. Bocsánat, nem tudom, hogy ezt az önkormányzatnak mennyire van ehhez köze. Most azt tudom, most talán... Én így gondolom, hogy a polgármester... Értelek. Most azt tudom esetleg úgy optimálisan mondani, hogy a Digi két tornyot épít a városban rövid időn belül. Bízom benne, hogy ez egy jobb szolgáltatási lehetőséget fog majd nyújtani, de ezt... Tehát ez a Digi tornyépítés, ez most folyamatban... Igen. Jó. De ezt ugye... Köszönöm. Harmadik pont volt. Zöld hulladék lerak a hulladékudvar mellett, önkormányzati területen, bekerítve, zárhatóan a hulladékudvar nyitva tartásához igazodva. Zoli, ezt megnéztük ezt a területet, mondjál róla pár gondolatot. Igen, megnéztük a területet, és a, ugye, a hulladékudvar mögötti önkormányzati területen tervileg nincs akadálya a zöld hulladék lerakónak. Igazából a gyakorlati részén dolgozunk, hogy lehet ezt a lehető legjobban megvalósítani, illetve kivitelezni. Ezen még dolgoznunk kell, hogy lehet ezt a legészszerűbben megcsinálni. Mehetek tovább egy kicsit? Még van egy, a következő kérdés, mondom, az is megvan nálad. Tehát a szerződés kötni síkfal metszőre és a Radvazolika egyeztetve a kérdéses utcákban lemetszeni az út fölé belógó ágokat. Tehát ezek folyamatosan... Úgy gondolom, hogy ezt házon belül meg tudjuk oldani. Ugye a tavalyi év december 16-án és 17-én a Vasút utcát már elkezdtük, és a terv az, hogy a február második hetében a Zrínyi utcával pedig folytatjuk a út fölé belógó ágaknak a levágását. Eddig úgy tapasztaltam, hogy ez házon belül működött, és gyakorlatilag úgy gondolom, hogy most is meg tudjuk ezt oldani. Jó, és akkor mondjad, Laci. Ne csak az Zrínyi utcában, hanem a kisebb utcákban is. Zrínyi utcában folytatjuk is. Lépte-nyomon belógnak, akkor... Mert valamelyik ember odafigyel, hogy a fája ne lógja rá az útra. Valaki nem figyel oda, és ki nem figyel oda. Sajnos jó, ott is le kell vágni. Ez úgy is feltérképeztek, hogy melyik utca a legfontosabb, és az alapján csináljátok folyamatosan. A központóvodánál mikor lehet majd kialakítani az új parkolót, miről szó volt? Ezt is a polgármester úr, illetve az építés ügyel egyeztettük, és úgy döntöttünk, hogy amint az idő engedi, akkor ennek neki is kezdünk. Én úgy gondolom, hogy március vége, április eleje, ami legkorábban behozárolható időpont. Jó, és akkor még egy kérdés van, amely inkább a Szenkó József urat. A Rákóczi út és 54-es főút kereszteződésében közlekedési lámpát szeretnének a lakosok. Ennek mennyi a költség vonzata és milyen lehetőségei vannak ennek? Megkerestük a közútkezelő ZRT-t, várjuk a válaszukat. Biztos, hogy egy helyszíni bejárás fognak ilyenkor kitűzni. Időpontot ott megfelelő kollégákkal ott leszünk, és elmondják az ő véleményüket, hogy mit lehet, hogy lehet, mert ugye ez összhangban van azzal a petícióval, amit a hölgy is előadott, tehát ugye körforgalom, lámpa, akármi, tehát ezt nem mi döntünk elsősorban benne, mi csak kérhetünk pénzt, meg nem tudnak hozzáadni sajnos. Bocsánat, akkor már itt ragadom az alkalmat, itt van az Anikó, amikor lesz ez a bejárás, akkor az Anikónak is szóljunk már, mert téged is érintenek ezek a biztonság, közlekedés, biztonsági dolgok, hogy te is a tisztán lásd az árakat meg, stb. Ha már így a lelkeden viselted ezt a dolgot. Igen.
A Magyar Közút ZRT-vel, mielőtt ugye ővelük is tárgyaltam, mielőtt az önkormányzat felé is fordultam, és igen, felvilágosítottak, hogy helyszíni bejárás lesz, és vizsgálat, ahol a rendőrségtől kell jelen lenni embernek, az önkormányzattól, a lakosság részéről, és ők fognak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez most így nagyon szépen összeáll. Egyébként csak egy még két mondat a képviselő úrnak a gondolataira, Kovács képviselő úrra, hogy igen, ezt tudjuk, hogy igyekezett az önkormányzat, próbált nyitni, lehetőségeket keresni, hogy tegyen. Ez természetes, hogyha nincs pénzügyi forrás, akkor nem várunk el valótlan, vagy nem reális dolgokat megvalósulni. De azt gondolom, hogy pont igyekeztem úgy összeírni, hogy az első és legfontosabb, hogy rangsort állítsanak. És ami megoldható egyszerűen, kevés pénzből, azt meg kell tenni, mert szerintem rendkívül balesetveszélyes a közlekedésünk. Visszatérve még az adatbázis feldolgozására, azt gondolom, hogy azért ez az én szabadidőmet meghaladó tevékenység, hogy valami olyan ötlet jutott eszembe, hogy nem lehetne a sajtóban leírni egy olyan e-mail címet, például egy önkormányzati e-mail címet, ahova jelentkezhetnek, és csatlakozhatnak azok, akik ezügyben kommunikálni szeretnének, és esetleg pénzügyi forrást is tudnának adni. Hát nyilván úgy kéne, csak én arra gondoltam, hogy meg kéne keresnünk az embereket, mert most egy dolog, hogy valaki aláírt egy petíciót, meg más dolog, amikor megkérdezzük, hogy szeretnél-e beleszállni. És akkor igen. Nyilván, ha kétszer megkérdezzük tőle, és mind a kétszer, hát még 500 forintom sincs rá, akkor nyilván utána ő akkor magyarán a száját jártatta, de segíteni nem akar. Hát azt gondolom, az esetek többségében nem ez van, hogy működőképes, de azért úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak kellene ezt összefogni, és valahogy ide behívni és csatlakoztatni elektronikus úton, vagy levél útján azokat az embereket. Tehát valaki, aki ezt mondjuk önkormányzati dolgozóként feladatul megkapja, és egy e-mail címet létrehozni, ahova beírhatnának az emberek, és ezt megjelentetni a sajtóban, ezt az elérhetőséget. Vagy ilyen szép önkormányzati dolgozót, mint ahogy csak fogunk találni. De szerintem maradjunk abba, hogy föl kell állítani nyilván az e-mail címet, számlaszámot, anyámkénye. Tehát azért lesz egy pár dolog. Úgyhogy maradjunk kapcsolatban, hogy egy klasszikust idézzek mindenféleképpen. Jó. Alpolgármester úr. Igen, csak egy utolsó gondolat, és tényleg én is egyetértek, hogy erre oda kell figyelnünk a közlekedésre, hiszen nagyon megnövekedett az átmenő forgalom, mint ezt már többször is megbeszéltük. Viszont ugye annak is tisztába kell lennünk, és nem kell felejtenünk, hogy ugye idén, illetve jövőre nagyon sok pályázat megvalósulási fázisba érkezett, és ugye ez elég nagy önerőt is igényel a költségvetésből, tehát most elég komoly előkészítő tárgyalásokat folytattunk, hogy ezt az önerőt egyáltalán biztosítani tudjuk. Ugye ez egy elsődleges prioritás, ugye ezzel mindenki egyetért, tehát itt a kerékpárút, a csatorna, illetve a vízelvezetés nagyon sok éppen ebben az évben indul el. Tehát azért olyan ígéreteket tegyünk csak, amit tényleg reálisan tudunk majd kivitelezni. Igazából ígéreteket nem is mer az ember tenni, mert akkor az számon kérik, hogy miért nem fejeződ be. Itt nincs ígéret, itt ezt átvizsgáljuk, és a lehetőségekhez képest, ahogy te is mondtad, Anikó, hogy amit legfontosabb, vagy legolcsóbb priorizálni így van, és a legjobb prioritásokkal elemezve csináljuk, amit lehet. Egyértelmű. De köszönjük szépen a gondolatokat, tartjuk a kapcsolatot, aztán majd alakul. Jó. Én köszönöm szépen akkor a jelenlétet, és a zárt üléssel folytatjuk.